Ehhez hasonló online kasszákat szereltek be minden taxiba tavaly december 31-ig. A NAV előírása szerint január 1-től nekik is kötelező a gépek használata a taxaméter mellett. Bár 50 ezer forintos támogatást kaptak a készülékek beszerzésére, a legolcsóbbak még így is közel 90 ezer forintba kerültek. De nem csak a nem várt kiadás miatt nem örülnek az online kasszák használatának a sofőrök. Baleset veszélyes egyébként, mert pluszba nekünk le kell állni az autóval, ugye megállunk olyan helyen, ahol lehet buszmegállóba, meg ilyen helyeken, és akkor ott nem nagyon lehet ott ácsorogni, amellett, hogy az embernek el kell intézni a visszaadási pénzt, meg még pluszba kell nyomni a pénztárgépet és az online gépet. Meg még annyi, hogy ez egy-két-három óra hosszát bír csak az akkumulátorja, és lemerül. Nem csak Dávid a Rudolfnak okozt problémát a hamar lemerülő kassa. Zatureczki Pál éppen azt mutatja, hogy az ő készüléke sem bírta sokáig egy feltöltéssel. Ez be se kapcsol, pedig reggel 6 órakor vettem a töltőről, és most nem tudom hány óra, körülbelül 10, és már nem tudom be se kapcsolni. Töltőt elég kell, hogy bányasszak. Szivargyújtón keresztül ugyan tudják tölteni a sofőrök az online kasszákat. Ez viszont zavarja az URH rádió frekvenciáját, amiért egyébként fizetnek a taxisok a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak. Most megpróbáljuk azt, hogy zavarja a pénztárgépet a Hírközlési Hatóságnak jelezni, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Ezt még a véleményüket kiszednénk meg kérni az ügybe, mert nehezebben tudjuk végezni a munkánkat. Hát az ügyben meg hát majd a szakszervezet, de hát ők is jelezték Pesten, hogy hát ezt az ő tudomásul vételével alkották ki ezt a lehetőséget, vagy hogy legyen igenis pénztárgép. Igazából semmi értelme az egésznek. Úgy mi azt várjuk, hogy egyszerűen megszüntessék az egészet. Az online kasszákat több taxis még csak a napokban kapta meg, így sokan sem szilveszterkor, sem pedig az új évben nem tudtak még eddig dolgozni. Az általunk megkérdezett sofőrök azt mondták, ennek az lehet az oka, hogy egyszerre rendeltek sok eszközt. Január 1-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 új tevékenységi körben vezette be az online kasszák használatát. Ez országos szinten mintegy 20 000 vállalkozást érint.